Kesztely polgármestere bevezetőjében az aktuális ügyekről adott tájékoztatást. Manninger Jenő elmondta, elindult a Zöldváros projekt, amelynek keretében megújul a Zeppelin tér és a Helikon park is. Kiírták a közbeszerzési pályázatot a Kertváros és a Zámor csapadék vizelvezetésére. A városvezető beszámolt arról, hogy körbejárták a városi óvodákat, és megállapították, hogy a Tapolcai utcai intézmény kivételével összességében jó állapotúak az óvodák. Az apróbb hibák kijavítása folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot fordíthatunk, hogyha újonnan megkötik a szerződést, és Keszthely egész városára, tehát természetesen kiemelt lesz a belváros és a Balatonpart, de minden városrészben szeretnék útépítés, útfejlesztés, közlekedésbiztonság javítására szolgáló intézkedéseket tenni ebből a tervezetből. A kisebb beavatkozások is szükségesek, ezek is az elmúlt időszakban én azt gondolom megtörtént néhány olyan forgalmi rendváltozás, amire már nagyon régóta vártak a lakosok. A polgármester elmondta, a nyári fakidőlés után átfogó favizsgálat indult. Továbbra is zajlik az új balatonparti sétány tervezése, és dolgoznak a focipálya területére tervezett sport- és wellness központon is. Manninger Jenő beszélt a takarékossági intézkedésekről is. Az önkormányzatnál heti 4 napra szervezik át a munkát, a Goldmark Károly Művelődési Központot pedig december közepétől várhatóan márciusig bezárják. Kérdés volt a Rákóczi téri óra sorsa, ez javítás alatt van, visszakerül majd a helyére. Szó volt a köztisztaságról is, a polgármester elmondta, új autót szerez be a Vüsz Kft. A város az elmúlt 30 évnek a legnagyobb veszteségét szenvedte el, a Sörház és a Kísérlet utcai beruházások során szeretném a tájékoztatást kapni, hol tart ez az ügy, mert engem, mint tanúként 2 éve nem hajlandó a nyomozóhatóság meghallgatni. Tehát a városnak mennyi kára keletkezett, és ez ügyben hol tart? Sikerült egy forintot is behajtani ettől a kivitelezőtől? Manninger Jenő elmondta, a Sörház beruházását átvette az egyház. Az óvodával kapcsolatban részletes vizsgálat zajlik, folyamatban van a büntető eljárás, ezért arról részletes információkat nem lehet kiadni. A kártérítés előkészítésével foglalkozik az önkormányzat. Elhangzott, lényeges adóemeléseket nem terveznek jövőre, de kisebb emelések előfordulhatnak. Téma volt még a vadgesztenyefák helyzete, ezzel kapcsolatban elmondták, az injektálás nagyon drága, de szakember rendeli el az éves permetezéseket.